Korábban sosem tapasztalt magasságban a második helyen zárhatta volna az alapszakaszt a Hidrofehérvár AV 19, ha az utolsó fordulóban megfelelően alakulnak az eredmények. A szezontól ezzel a meccsel búcsúzó Dornbirn legyőzése mellett ehhez még az kellett volna, hogy a Villach ne verje meg az alapszakasz győztes Salzburgot. Már az első feltétel teljesülése nehézségekbe ütközött, miután a negyedik percben egy emberelőnyt kihasználva vezetés szerzett a Dornbirn Fehérváron. Az est főhőse O'Donnell passzából Hancock volt eredményes. A gólpassz jegyző csatár a 13. percben már nem bízta másra a gólszerzést, ekkor ugyanis ő kapott remek átadást Spencertől és vette be ezzel Tironen kapuját. A rájátszásbeli pálya előnyt már megszerző Volán a második harmadban élesebb volt, de nem tudott túljárni a dortmundi kapus Lundin eszén, a harmadik játékrészben pedig újfent a vendégek villantak előbb. Hiába nyomott a Fehérvár, a 45. percben O'Donnell megint gólra váltott egy kapu mögül érkező átadást, ezzel már 3-0-ra vezettek az osztrákok. Az utolsó 10 percben lépve aztán végre megtört a jég, Kurált lövésébe Magosi ért bele, és ezzel már Lundin sem tudott mit kezdeni. A szépítéstől még nagyobb lett a harci kedv, és Darrot góljával még közelebb kerültek ellenfelükhöz a fehérváriak. Sőt, egy emberelőnyt kihasználva Kurált az egyenlítő gólt is megszerezte, vagyis nem egészen 6 perc alatt eltüntette 3 gólos hátrányát a Volán. A második helyet és az ezzel járó bajnokok ligája indulást persze csak a győzelem hozhatta volna el, ezért döntetlen állásnál is levitte kapusát a hajrában Kevin Konstantin. Mint oly sokszor ez most sem jött be, a triplázó O'Donnell egy üres kapus góllal végül a Dornbirn javára döntötte el a meccset az utolsó percben, így a vendégek 4-3-as győzelemmel szépen búcsúztak a szezontól, a Hidrofehérvár AV 19 pedig harmadik helyen zárta az alapszakaszt. Aki nézte a meccset élőben vagy tévében, az látta, hogy végigdomináltuk az első harmadot is, mint helyzetekben, mint korongbirtoklásban, meg végig szinte az ő harmadjukban voltunk. Sajnos volt egy emberhátrány, meg egy talált góljuk még mellé, szóval ez egy kicsit nehezen tudott minket beletenni a játékba. Ezek után is szerintem úgy alakult a játék, hogy mi irányítottuk, kicsit szerencsétlenül jöttünk ki a második harmadba is, lőttünk volna 4-5 gólt. A krónikához hozzátartozik, hogyha győzött volna, sem lehetett volna második a Fehérvár, mivel a Villach végül megverte a Salzburgot, így megszerezte az előkelőbb pozíciót.